Krisztusban, kedves testvérek, kedves tévénézők! Egy év múlt el, amikor elkezdődött ez a pandémia, és már néhány emberrel tudtuk csak itt a templomban ünnepelni a húsvétot. Sajnos most sem jobb a helyzet, sőt azt halljuk, hogy sokkal több a beteg, mint akkor volt. Talán akkor nem vettük olyan komolyan, ennek a járványnak a veszélyét, most viszont sajnos a hullámok átcsapnak a fejünk fölött. Nagyon sok családban átérezték, vagy most is megszenvedik ennek a betegségnek, és ami ezzel együtt jár, sok-sok fájdalmát. Ilyenkor kiöhet vigasztalásul számunkra. Az az Isten, aki leszállott a földre, és megtestesült, itt élt Názáretben, és az utolsó éveiben elmondta a mennyei atya örömüzenetét, hogy Ő velünk van. Bármi elfordultunk tőle, bármi gonoszá váltunk, és elhagytuk a törvény útját, Ő hűséges maradt hozzánk. És Jézusban megmutatta számunkra, az Isten hűséges, irgalmas, türelmes szeretetét. Ezt az örömhírt Jézus a tetteivel is megerősítette, amikor a legnagyobb betegeket is meggyógyította, amikor a halottakat is föltámasztotta, amikor a megszállottakat az ördögöktől megszabadította, és végül nagy csütörtök estéjén, azon az utolsó vacsorán pedig elmondta az ő apostolainak, hogy teljesen odaadja magát, értünk és nekünk. És az a misztérium, amit ő ott bemutatott azon a vacsorán, amikor önmagát adta eledelül és italul az ő híveinek, azt megvalósította nagypénteken a Golgotán. Jézus a saját testében a keresztre vitte a mi bűneinket, az egész világ bűneit, és megsemmisítette azokat, megváltott minket. És ahogy ezt ígérte, harmadnapra föltámadt, és ezt az örömhírt elmondta az Őt nagyon szerető szent asszonyoknak, aztán az apostoloknak, és rajtuk keresztül még sok-sok embernek mi ebben a hitben élünk 2000 év óta. És ez az egyetlen örömhír minden bajra, minden szomorúságra és minden fájdalmas miértre. Jézus a kereszten azóta is mutatja az egész világnak, hogyan szeret minket az Isten. Kedves testvérek, tanultuk a bődben, hogy nem csak a pandémiára, de mindenféle más bajra az első és utolsó gyógyszer maga az Úristen, az ő fia, az Eucharisztia. Úgy ünnepeljük most Jézus feltámadását, hogy tudjuk, csak is a bűnbánat fürdője, a könnyek fürdője után tisztulhatunk meg Jézus vére által, az ő szeretetében. Csak is ezután jöhet a föltámadás. Kérem az Úristen húsvéti áldását rátok, hogy ezt ne felejtsétek el, hiszen éppen Kárpátalja, eddig nagyon jó példát mutatott nyugatnak és keletnek egyaránt, hogyan lehet élni békességben, szeretetben, a feltámadt Jézus örömteli hitében. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, bizonyítsuk az életünkkel. Amen.